Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Kistelekváros önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve idén is ösztöndíjpályázatot hirdetett. A Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra idén is a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó, illetve a felsőoktatásban már résztvevő kisteleki hallgatók nyújthatják be kérelmüket december 4-ig. Idén ősszel is ösztöndíjpályázatot hirdetett Kistelekváros önkormányzata. Miért fontos ez a pályázat? Hát azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség a szociálisan rászoruló fiatalok számára. Ugye támogatjuk azokat, akik felsőoktatási intézményben szeretnének tanulni, és így bárki pályázhat igazából, aki már felsőoktatási intézményben részt vesz, tehát hallgató jelenleg is. Nekik jelenleg az A-típusú pályázati űrlapot kell kitölteniük, illetve pályázhatnak azok is, akik jelenleg érettségi előtt állnak, középiskolás hallgatók, pályázók, nekik pedig a B-típusú űrlapot kell kitölteniük. Meddig lehet benyújtani ezeket a pályázatokat? December 4-ig kell benyújtani az önkormányzathoz a kitöltött adatlapot a kötelező mellékletekkel együtt. A pályázati folyamat pedig egyébként úgy néz ki, hogy regisztrálniuk kell a pályázóknak egy elektronikus pályázatkezelési rendszerben. Ez az úgynevezett EPER Burza rendszer. Itt kapnak egy egyszeri felhasználó nevet, jelszót, be tudnak lépni. Itt ki kell tölteni a pályázati adatlapot, kinyomtatni, aláírni, véglegesíteni, és ezt kell behozni a kötelező mellékletekkel együtt hozzánk. Hányan nyújtották be eddig idén a pályázatot? Idén még nem érkezett be az önkormányzathoz konkrétan kitöltött, kinyomtatott pályázat, de én a rendszerben már megnéztem és láttam, hogy töltik a pályázók egyébként az adatlapokat, csak gondolom kivárják még a határidő végét, és majd az utolsó pillanatban fogják behozni. Egyébként az elmúlt évek tapasztalata is ez, hogy általában az utolsó pillanatban érkeznek be a pályázatok. Mekkora segítség lehet ez a fiataloknak, ez a pályázat? Hát azt gondolom, hogy jelentős segítség, tehát ez egy többszintű támogatási rendszer. A települési önkormányzat, a vármegyei önkormányzat és a felsőoktatási intézmény támogatásából tevődik össze, úgyhogy jelentős támogatást tud nyújtani havi szinten a pályázóknak. A pályázatot december 4-ig lehet benyújtani. Mikor derül ki, hogy nyerte? Január 6-áig kell az önkormányzatoknak elbírálni a pályázatokat, és január 7-ig kell, hogy értesítsük a pályázókat az eredményekről. Ami még talán fontos lehet, nem említettük a kötelező mellékleteket. Ugye nagyon fontos, hogy ebből az EPER Burza rendszerből nyomtassák ki a pályázati adatlapot, ezt írják alá, és emellé ugye kell még egy eredeti iskolalátogatási igazolás azok részéről, akik már jelenleg felsőoktatási intézményben tanulnak, illetve kell még a pályázó, a pályázóval egyháztartásban élők jövedelméről nettó havi jövedelemigazolás, illetve van egy olyan nyomtatványunk, aminek az a megnevezése, hogy nyilatkozat jövedelmi adatokról, ezt is ki kell nyomtatni az EPER Burza rendszerből, kitölteni, behozni, és így lesz komplett teljes a pályázati anyag. Tehát nagyon fontos, hogy mindent behozzanak hozzánk papíralapon. Mekkora összeget kaphatnak azok, akik nyertesek a pályázatban? Hát ez nagyon változó, erről ugye mindig a képviselőtestület szokott dönteni, úgyhogy erről konkrét számot nem is tudnék mondani, ez minden évben változó. A szociális rászorultságot ugye figyelembe veszik maximálisan, és így döntenek. November 11-én Márton napja alkalmából családi délután tartott a Szivárvány óvoda. A hétfő délutáni színes rendezvényen közös tökfaragás, a szülők által készített sütemények, jó hangulat és lámpás felvonulás várta a gyermekeket. Elmegy a Dunán, jaj, de feszkesen jár, száz liba egy sorba, szennek a teszkóba. November 11-én hagyományosan tökfaragás és lámpás séta van itt a Szivárvány óvodában. Hogyan jöhetett létre ez a mai rendezvény? Hát az az igazság, hogy nagyon sok embernek a munkája kell azért egy ilyen kicsi rendezvényhez is, mint ez a mai napi, mert hogyha a szülők nem lennének, a kollégák, gyerekek, pedagógusok, ugye, akkor ez nem valósulhatna meg. Tehát ennek volt egy folyamodványa, az előző héten liba hetet rendeztünk, tehát mindenki libás témával dolgozott, libát nézett, stb.
libát készített valamilyen módon, libásdal, libásvers, stb. Stb. Ami szokott ugye így egy héten keresztül lenni, és hát erre a napra kihegyezve történt, hogy a múlt héten már elkezdték csinálni a gyerekekkel a pedagógusok ezeket a kis lámpásokat, és akkor amit ma tudunk használni, és a szervezés is elindult a SMK kezdeményezésére, ami tavaly is volt már, hogy sütit sütnek erre a napra, és ezzel vendégeljük meg itt a vendégeinket, szülőket, nagyszülőket, akik eljönnek erre a rendezvényre, és ez hát most is így valósult meg. Meg egy kis teát főztünk, és akkor így lett teljes ugye ebbe a hideg időbe, ami szerencsére végre egy novemberi idő. Kicsit kompenzálni tudjuk a kinti hideget vele, ami jól esik ilyenkor. Ha a szülők ugye nem csak a sütit sütötték, hanem ilyenkor van az óvodában egy néhány tök, de a szülők hozzák a tököt is, a tökfaragó eszközöket. Zömében mi a helyszínt tudjuk biztosítani, a jó hangulatot, egy kis teát, meg kínálgatni tudjuk itt a vendégeket, meg egy pár jó szóval tudunk lenni feléjük, és utána pedig, amikor 4-5-ig kifaragtuk a tököket, vagy kifaragták, inkább így mondom, elhelyeztük az óvoda köré, szépen fellámpásoztuk tulajdonképpen vele az óvit, aztán pedig indulunk, az óvoda tömbje körül körbejárunk lámpásozva, minden csoport megkapja a saját lámpását, minden gyerek a sajátját, amit készített, és ezzel körbevonulunk, és tulajdonképpen nekünk ennyi ez a mártonnapi rendezvény. Nem tudom, hogy ezt egy ilyen vallási jellegű szokás, meg ahhoz kapcsolódik, ugye a Márton napi szokásba kapcsolódik ez a lámpásozás bele. Mi is próbáltuk ezzel is kicsit így tehát összevonni ezt a napot, meg azt is tudjuk, ugye a Halloween-re szoktak tököt faragni, tehát mostanában ez a divat. De tudni kell, hogy régen, tehát egy Márton napra faragtak tököt, tehát a hagyományt próbáltuk így kicsit visszahozni egyrészt, másrészt meg tudjuk azt, hogy a gyerekek imádnak sötétbe világítani zseblámpával, ezzel, azzal, amazzal, és akkor ilyenkor egy ilyen, tehát évekkel ezelőtt kitaláltuk, hogy akkor ilyenkor mi volna, ha nem egy ilyen délelőtti, vagy akármilyen rendezvény volna ez, hanem nem óvoda időben, így tulajdonképpen egy kicsit belecsúszunk a délutánba, és van már késő estébe, és akkor egy ilyen sötétbe egy kicsit a gyerekek lámpásozhatnak végig, és ez egy nagy élmény nekik is, meg a tökfaragás, meg hogy a szülők itt vannak. Tehát egy jó hangulat összehozza kicsit a szülőket, pedagógusokat, meg a gyerekek is jól érzik magukat, hogy itt vannak tényleg azok között, akik szeretik őket. Mennyire fontosak ezek a tematikus napok délutánok a gyermekek életében? Szerintem a gyerekeknek nagyon fontos, ugyanis a gyereknek nincs még időérzéke. Tehát ő azokból a dolgokból tudja vonatkoztatni az időnek a múlását, amik évről évre újra megjelennek. Tehát, hogy volt ugye szüreti mulatság, akkor az ősz volt, akkor most már nem soká tél lesz, mert most libanapi, vagy mártonnapi lámpásozás van, most már lassan jön a Mikulás, tehát ő Mikulás, stb. Stb. Tehát ezek így jönnek egymás után, és maga a gyereknek fontos az, hogy legyen egy állandóság. Tehát tudja kiszámítani azt, hogy most, ha azt mondom, hogy mártonnapi lámpásozás, akkor egy középsős vagy egy nagycsoportos, az már tudja, hogy ez mit jelent körülbelül, mire számíthat, és ez egy ilyen megnyugvást ad a gyereknek, és ugyanakkor meg az, hogy van benne mindig egy talán egy icipici másság, az meg egy ilyen buzgó várakozás, meg a titokzatosság is benne van egy-egy ilyen rendezvényben. Tehát ezért fontosak ezek a rendezvények a gyerekeknek. Egyrészt a stabilitás, másrészt pedig a kicsit az időnek a múlásának az érzékeltetése miatt. November 25-én városunk sportcsarnokába sorsolták ki a 4. teremlabdarúgó bajnokság csoportjait. Idén 14 csapat nevezett a tornára, amely november 30-án szombaton kezdődik a sportcsarnokban. 18 óra van, akkor gyorsan elkezdenék ezt a sorsolást, látom nem minden csapat itt van itt. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, viszont akik eljöttek, a 4. Kistelek kistérségi téli teremtornán részt vagy a csapatok képviselőit,
Annyit tudok mondani előjáróban, hogy köszönjük, hogy neveztetek. 14 csapatnál tartunk, tehát úgy néz ki, hogy a lebonyolítás 2 hetes csoportot követően az első 4 mindkét csoportban játszik keresztbe, és aztán a 8-ból lesz 4 csapat, 4-ből 2, és ők játsszák a döntőt. Még az alsó 3 pedig, ott pedig az A csoport 5., 6., 7. helyezettje játszik, mind a B csoport 5., 6., 7. helyezettjével, tehát ott is 3 forduló lesz még, és akkor így alakul ki majd 1-től a 14. helyezettig a sorrend. Amit el kell mondani, hogy a versenyszabályzat tulajdonképpen ugyanaz, mint az eddigiekben volt, tehát 5+1, meg a 2 percek, sárga lapok, piros lapok, tehát semmi változás nincs. De ezt minden csapat meg fogja kapni, ezt a versenyszabályzatot, úgyhogy e-mailben, úgyhogy erről nem nagyon szeretnék beszélni. Milyen várakozásaik vannak a november 30-ai kispályás terem labdarúgó torna iránt? Hát már annak örülünk, hogy egyáltalán a torna elindulhatott, hiszen úgy néz ki, hogy 14 csapat adta a nevezését határidőre, és akkor a lebonyolítás ennek következtében úgy fog történni, hogy 2 hét csapatos csoport fog először játszani, mindenki játszik mindenkivel. Ez lemegy ez a 7 forduló, és akkor utána mindkét csoport első 4 helyezettje kerül úgymond a felsőházba, és a keresztbe játszanak. Elsőbb a 8-ból lesz 4 csapat, a 4-ből 2, és akkor ők játsszák majd a döntőt, még az 5., 6., 7-ek mindkét csoportba, pedig az alsóházba játszanak szintén a másik csoport 3 csapatával, és így alakul ki majd tulajdonképpen február 1-ére a végleges sorrend 1-től 14. helyezettig. Hány játéknapot terveznek majd? Így úgy néz ki, hogy a 7 csoportmeccs, az 7 fordulós lesz, és aztán még 3 lesz ott a rájátszásokkal, tehát összesen 10 versenynapon 10 mérkőzést fog mindegyik csapat játszani. 14 csapat nevezett. Milyen díjazásban részesülnek majd a legjobban? Így van, hát nyilván az első 3 csapat oklevélbe fog részesülni, ezen kívül minden évben díjazzuk külön díjjal a legjobb kapust, a legjobb góllövőt, aki a legtöbb gólt lőtte a 10 forduló alatt, és a legjobb mezőnyjátékost szoktuk külön díjazásba részesíteni. November végén még számos bajnokság tart. Hogyan tudtak odafigyelni arra, hogy ez az időpont mindenkinek kedvező legyen? Hát igazából nyilván ezt nem tudtuk befolyásolni, hogy hány csapat fog nevezni, de így, hogy nem 20 vagy 25 vagy 30 csapat nevezett, hanem csak 14, így a játéknapok nem korán délelőtt 9 órakor kezdődnek, mint eddig volt, hanem délután 2-kor, és ez talán egy kicsit szabadabb mozgást biztosít arra, hogy a csapatoknak, ha valakinek délelőtt még meccse van, akkor el tud oda menni, és akkor délután meg estére idejér a kispályás focira. Hát ennyi, az első fordulóban lehet, hogy még ezt tudjuk figyelembe venni, de nyilván most itt elhangzott a sorsolásnál, hogy javarészt azért szombaton és vasárnap lesznek, hol szombaton, hol vasárnap lesznek a meccsek, tehát a csapatoknak azért, akik beneveztek, azok készülnek ezekre a hétvégékre, hogy próbálják ezeket a szombatokat és vasárnapokat szabaddá tenni, és reméljük, hogy bár tavaly volt erre példa, hogy elmaradt 1-2 meccs, azért reméljük, hogy idén ez ki tudjuk küszöbölni majd. Az ünnepi időszakban sem maradunk labdarúgás nélkül itt Kisteleken? Igen, most, hogyha jól emlékszem, akkor a karácsony előtt, ameddig csak tudunk, hétvégeken játszunk, és úgy tudom, hogy a karácsony és szilveszter között is, ha minden igaz, lesz egy forduló, és utána pedig új év után már 4-től kezdve újra fordulók lesznek, egészen február 1-én fogunk végezni. Ezek a hétvégék nem csak a csapatokról, hanem a szurkolókról is szólnak, ezt elmondhatjuk? Így van, tehát a Kistelek városában már környékbeli településekről is ingyenesen és bértmentve lehet jönni ezeket a mérkőzéseket megnézni. Tehát majd itt a fali újságon most még kevés információ van, de hogy elindul az első forduló, utána a többi fordulónak is a lebonyolítása ki lesz rakva, és akkor a közönség esetleg tud tájékozódni, hogy mikor ki játszik, és akkor ennek fényében szombatonként vagy vasárnapokként sok szeretettel mondom, ingyenesen lehet nézni ezeket a mérkőzéseket, amíg este egészen 8 óráig fognak tartani. Lezárult a Csongrád-Csonár vármegye harmadosztályának őszi szezonja. A Kisteleki TL a téli szünetet a bajnokság 8. helyén kezdi meg. Stábunknak a csapat edzője Vince Ferenc és a nyáron érkező a bajnokságban 6 találatig jutó Huszár Dávid értékelte az őszi teljesítményt. A Kisteleki csapat 8. helyen végzett össze. Hogyan lehet értékelni az őszi fordulókat? Hát igazából az elején meg is kaptuk az erősebb ellenfeleket, ami még nem jókor jött, mert nem szoktunk össze. Én azt mondom, hogy
én fél évet kértem, hogy addig mire összeszokunk. Hál' Istennek azért most ez a 4 győzelem zsinórban, ez nagyon jó nagy lelki erőt adott a csapatnak. Vannak hullámvölgyek, mint minden csapatnál, szerintem azért kezdünk jó összeszokni. Nem indult könnyen a szezon. 5 vereség zsinórban. Mi adott segítséget ahhoz, hogy ez a fiatal gárda fel tudjon állni? Hát az idő segített, azért szoktunk össze, meg az első győzelem, igaz, hogy az igazából nem jött össze, mert utána kizárták a csapatot, de mégis az egy nagy lelki erőt adott szerintem a csapatnak, utána volt 4 győzelem folyamatában. Melyik volt az a mérkőzést, amelyet kiemelne a őszi forduló közül? Hát jó vagy rossz értelemben, hát mindenképpen a Földeák és Sándor Falvi az nagyon jó meccs volt. Azt mondtam, hogy azokat a csapat ellen az előző teljesítményekhez képest nekünk szerintem meglepetés volt, de ott az kiemelkedő játszott mindenki a két mérkőzésen. Volt egy súlyosabb vereség is az őszi szezonban. Zsombótól kaptak ki 8-0-ra. Sokat tudtak tanulni abból a mérkőzésből? Igen, utána változtattunk igazából taktikát, fölállást. Az egy fájó pont volt, úgymond. Igazából azt gondoltuk, hogy ott az egyszerűbb meccs lesz, tehát hogy nem lesz, kis bele is aludtunk, nem is voltunk úgy, ott fölállás se úgy volt, tehát ott sok probléma volt, utána változtattunk, tehát azt mondom, hogy segített rajta, hogy fölébedjük. Mai napon is mérkőzést játszottak volna az Apátfalva gárda ellen, ők viszont nem jelentek meg a mérkőzésen. Mi ilyenkor a teendő? Hát igen, tehát reggel 9 órakor szóltak, hogy ők nem tudnak eljönni, mert nincsenek ki. Mivel halasztott mérkőzés, tehát ezt még egyszer nem tudjuk halasztani. Tehát így elméletileg, de majd a CL lesz majd elnöntni, de 3-0-val miénk a mérkőzés. Ez majd látjuk, hogy ők végighúzzák-e a szezont, nem-e, de ez a 3 pont így a miénk lesz, az biztos. Eljött a téli pihenő időszaka. Hogyan fog készülni a csapat ebben az időszakban? Hát télen is mi szeretnénk azt, hogy heti egy alkalommal a csarnokba bemegyünk, már csak azért, hogy az alapozás könnyebb legyen majd megindítani, tehát ott is lesz egy orosz mozgásunk, tehát egész télen mozogni fogunk, és akkor január végén elkezdjük az alapozást tervek szerint. Milyen várakozásaik vannak a jövőt illetőleg? Hát előrébb kerülni a tabellán mindenképpen, tehát úgy olyan várakozás nincs, hogy most nekünk dobogónak kell lenni, szeretnénk minél föntebb jönni. Van terve télen 2 igazolás, ott még a klubokkal kell megállapodni, ami mindenképpen erősítés, meg létszámba is jó. Szeretnénk erősíteni még a csapaton, meg a helyezést is jobbá tenni. Melyik csapat részben van leginkább szükség az erősítésre? Hát támadó pozícióban ott még azért kellene a sebesség, tehát csatárunk az jó, nagyon jól megtartogatja a labdát, de kellene mellé egy olyan, aki viszont meg lendületből is tud játszani. És még ott szeretnénk egy kis erősíteni. Az őszi szezont a 8. helyen zárta a csapat. Az 5.-6. hely reális lehet, akár tavaszra? Hát igen, azt mindenképpen szeretnénk megcélozni. És azt mondom, az első évben az nagyon jó lenne nekünk. Ha annál föntebb kerülünk, az meg lehet mondani meglepetés, meg akarat. Lezárult az őszi időszak, 6 góllal zártad. Hogy értékelnéd a teljesítményedet? Hát először is nagyon sok hálával tartozom a csapatnak. Próbáltunk összecsiszolódni így az első 6 forduló, sajnos nem úgy sikerült, ahogy akartuk. Csiszoltuk még a játékunkat, a felállást, mit szeretne igazából a csapat, össze kellett szokni. Miután viszont a 7. fordulóban megtaláltuk a felállást, már sokkal jobb volt a játék. Az én teljesítményem is ennek megfelelően alakult. Kicsit az első 6 fordulóba próbáltuk úgy felállni, hogy 2 csatárral, hogy legyen mellettem még valaki, ne maradjak egyedül a 2 közép hátvéd gyűrűjében. Az új felállással viszont már egyedül vagyok, ami miatt egy kicsit kijebb szorultam a játékból, viszont az összjáték tekintetében így a csapatnak sokkal előnyösebb, úgyhogy ezt az áldozatot meghoztuk. Viszont még egyszer mondom, hálás vagyok a csapatársaknak, mert próbálnak kiszolgálni, amennyire csak lehetséges. Friss igazolásként érkeztél a nyáron üllésről. Mennyire volt könnyű a beilleszkedés? A beilleszkedés könnyen ment, sokkal könnyebben, mint gondoltam, hiszen ugye 7 érkeztünk új igazolásként a nyári szezonban, így nekünk meg volt egy alap közösségi körünk, viszont a kisteleki közösség is nagyon befogadó volt velünk szemben. Azonnal nyitottak már az első edzésen is felénk a srácok, amiért hálásak vagyunk, így szerintem sikerült kialakítani egy jó közösséget, és összetartunk.
jelenleg 6 gólnál tartasz. Mi lehet a cél a tavasszal? Hát, nem egyéni célokban gondolkozom, ahogy sikerül. Most az, hogy én hány góllal zárom a szezont, az szerintem mellékes lesz. Az a lényeg, hogy a Kistelek gyűjtsön minél több pontot, ez az elsődleges, többi más csak másodlagos. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a Fordítás Borszak üzlet téli hangulatú buliára, betekintést nyerhetnek a népi kerámiázás világába, és ellátogatunk egy ünnepváró délutánra is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!